eredményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata következik. Hát pörgés az van. Mi az, hogy azonnal mondjon le a forint árfolyama, mert azért kell ilyen drágán tankolnunk a kutakon, mert a forint a dollárral szemben is gyengécske. Hát arról nem is beszél, hogy az euróval szemben, ugye a jegybank azt mondta, nem mondott ilyet a jegybank, bocsánat, majdnem rosszat mondtam, hogy a 350 forint piaci pletykák szerint ez az a szint, ami a jegybank, hogy is mondjam, csak komfortzónáján belül van ehhez képest, mert hát hol tartunk a 350-hez képest? Hát ezt a talányt kell megfejteni. Meg hát nemzetközileg is elég sok váratlan esemény történt a héten. Úgyhogy Sági Pál, de régen beszéltünk, szevasz! Ő az OTP Global Markets vezető üzletkötője, de jó, hogy itt vagy. Mert hogy a feladat a szép, kíváncsian várjunk, hogy fogsz kikecmeregni belőle. A sok mindennek az egybegyúrásából. Parancsolj! Sziasztok! Hát nem egyszerű valóban itt a forint mozgását az elmúlt időszakban megfejteni, hogy mi mozgatja, mert sok tényező van valóban, és ezek akár egymásnak ellentétes irányban is hatnak. Nyilván az MNB-nek a monetáris politikája, ami azért azt gondolom, hogy hogyha megnézzük a környezetet, akár az európai jegybankokat, akár csak itt a régió belüli jegybankoknak a viselkedését, akkor azt lehet mondani, hogy meglehetősen hiteles és transzparens, és relatíve időben kezdte meg a maga kamatemelési ciklusát, ugye beelőzve mindenkit, és elég egyértelmű üzeneteket is küldött a piac felé. De ugyanakkor ugye a legutóbbi kamat döntésnél csökkentette a kamat emeléseknek a lépés közét vagy mértékét, és csak 15 bázispontot emelt. Ez egy picit a forint gyengülése irányába hatott, de azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb két tényező, ami miatt a forint nem tud egyelőre erősödni, akár hármat is mondhatnék. Az első kettő az ország specifikus, itt az EU-val való vitát lehet megemlíteni, amivel ugye a lengyelekkel hasonló cipőben járunk, és ugye emiatt akár ugye EU-s pénzek is veszélybe kerülhetnek, nyilván ezt a kockázatot árazza a piac. A másik pedig az, hogy a költségvetési fegyelem az azért az elmúlt időszakban látványosan fellazult. És ugye fellazult a költségvetési fegyelem? Hát a hitelminősítők most dicsértek meg bennünket. Azok meg nem szokták szeretni, ha fellazul a költségvetési fegyelem. Na de a 80-at dobunk Feri bátyámnak, meg hasonlók, és meg ilyenek jönnek. Azt én értem, de te Ács Gábor vagy, azok meg a Standard & Poor's. No, világos. Igen, hát egyébként ez nem egy különleges jelenség a világban egyébként. Tehát, hogy ez mindenhol felelhető ez a jelenség, különböző mértékben, de az tény, hogy azért a fiskális politika az nem olyan szigorú, mint ahogy korábban volt, ennyien szólva sem, és nyilván ez ellentétes irányban hat. Akár a kockázatok oldaláról, akár közvetlenül azáltal, hogy ugye a különböző kormányzati költekezések azok fogyasztáshoz vezetnek, ami pedig inflációhoz, tehát ez effektív ellenében is hat az MNB monetáris politikájának, ami itt egyébként szerintem egy kiemelendő pozitív jelenség, és erre majd negatív példát is fogok tudni hozni, hogy a jegybanki függetlenség az azért itt meglátszik abban, hogy van is egy tényleges vita a jegybank és a kormány között, ugye azzal kapcsolatban, hogy mennyire kéne lazának lenni ennek a fiskális politikának. Tehát ez szerintem mindenképpen egy pozitív mozzanat ebben a forint sztoriban. Egyébként, hogyha meg a grafikon nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy itt azért a 360 fölötti szinteken, mint hogyha megállt volna a forint gyengülése, és ebből akár egy ilyen kicsit féloldalas dupla tető is lehet, amiből a 355 körüli árfolyam hamar kijöhet. Azért az elmúlt napokban megvolt annak is az esély, hogy fölfele tör ki az árfolyam, és ha ezt csak technikai, elemzői szemüvegen keresztül nézzük, akkor az bizony egy csúnya kitörés lett volna, és egy ilyen füles csésze alakzatot is bele lehetett volna látni, amiből hát a technikai elemzés eszközei alapján akár 10
két forintos gyengülés is jöhetett volna. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezek a szintek megfogták itt az árfolyamot, illetve hogy egy kicsit pozitívabb is piaci szentiment, mint volt mondjuk néhány nappal ezelőtt. Az, hogy a lengyelek váratlanul kamatot emelnek, az nekünk jó, illetve a forintnak jó. Csak azért kérdem, mert hogy így már nem is tűnik annyira szigorúnak a magyar monetáris politika, hogyha nemzetközi összevetésben nézem. De egyébként mi történt Lengyelországban pontosan? Kicsit más azért a lengyeleknek a helyzete, mert a lengyel jegybanknak is a kommunikációja jelentősen eltért eddig az MNB-től. Ők fogadkoztak, hogy nincs szükség kamatemelésre, és az inflációt ezt átmeneti jelenségnek tartják, amely majd egyébként magától meg fog szelidülni. És ennek tükrében volt meglepetés a 40 bázispontos kamatemelés, ami hirtelen erősödést okozott a zlotynak, és ahogy te is mondtad, a forintra is átmenetileg erősítőleg hatott, tehát az egész régiót vették egy nagyjából egy délutánon keresztül, de utána szépen visszagyengültek ők is, meg mi is, ugyanis a lengyelek nem kommunikálnak annyira egyértelműen, tehát egyáltalán nem biztos, hogy kamatemelési ciklus kezdetén vagyunk, az is elképzelhető, hogy ez egy ilyen egyszeri lépés volt, tehát ott még mindig azért eléggé davis a kommunikáció, eléggé galamba hozzáállásuk, és nem derül ki ebből, vagy a jegybankárok kommunikációjából, hogy ők most ezt folytatni fogják, vagy úgy gondolták, hogy ennyivel elintézik, úgyhogy már csak ezért is ez a különbség, ez akár olyan ötleteket generálhat, hogy érdemes lehet akár a forintra tenni, mondjuk a lotival szemben, vagy ilyen jellegű trédekben gondolkozni, hogyha ez így folytatódik, akkor ez egy ilyen fundamentális sztorinak érdekes lehet. De jó, ezt pont kérdezni akartam, úgyhogy meg is válaszolt. Igen, még két dologra lejtsünk szót, az egyik a britek. Ott nem egy mosoly az élet most a kamionos hiány miatt sem. A másik meg a törökök, ahol akikről ritkán hallunk, de akkor általában elég komoly dolgokat. Igen, röviden a briteknél elég erőteljes üzenet jött a Bank of England-től, hogy hamarosan megkezdik a kamatemelési ciklusukat, és hogy erre erősen szükség van, ez egy meglehetősen héja kommunikáció, ami a fontra pozitívan hathat. Ugyanakkor én emlékszem, hogy egy pár héttel ezelőtt, vagy lehet, hogy volt az egy-két hónapja is, arról beszéltünk, hogy az embetűs étteremláncban nem jutnak séghez az emberek, mert a kamionsofőrök nem szállítják le az alapanyagokat. Hát ez a helyzet azóta ugye jelentősen súlyosbodott, és azzal együtt, hogy az viszonylag konszenzuális, hogy azért ezek az ellátási problémák, ugye itt gondoltunk az energiaár felrobbanására, az egyéb ellátási problémákra, hogy ezek átmeneti jelenségek, és ugye itt a Covid-ból való feltápászkodásnak vagy a gyors felpattanásnak a következményei. Az angoloknál ez nem ennyire egyértelmű, nehéz leválasztani erről a Brexit hatásait, és ott valószínű, hogy egy csomó minden ennél sokkal tartósabban jelen lehet, tehát strukturális problémákat okozza a gazdaságban a Brexit, és míg a világ jó része akár hamarosan túl lehet az ellátási problémákon, ott a munkaerőhiány és az egyéb nyersanyag hiányok azok még továbbra is fennállhatnak, úgyhogy a font jövője szerintem a szigorúbb monetáris politika ellenére is azért ingatag lehet. És röviden rátérve a törökökre, hát ott aztán tényleg ingatag a lira, a 9-20-as szint fölött van a dollár török lira, ami sosem volt ennyire magas. Itt ugye már régóta tart a lira vesző futása, ebben egy újabb mozzanat volt az, amikor szeptemberben az ottani jegybank 100 bázisponttal vágott 18%-ra, ami nem tűnik alacsonynak, de hogyha ezt kontextusba tesszük, 19% feletti az inflációjuk, tehát negatív reálkamat van, és van egy nagyon unortodoxon gondolkodó elnökük, Erdogan azt az elvet hallja, hogy az alacsonyabb kamat alacsonyabb inflációhoz vezet, és ezt megpróbálja több-kevesebb sikerrel lenyomni a jegybank torkán is. Hát itt úgy tűnik, hogy egyelőre ő áll nyerésre abban a szempontból, hogy éppen a tegnapi napon
rúgott ki három monetáris tanácstagot, akik másképpen gondolkoznak, úgyhogy ennek az eredménye egy egyértelműen drasztikusan gyengülő líra, ők még akkor is kamatot vágnak, amikor már mindenki más emel, és hogy ezt egy picit így a magyar szemmel is nézzük, egy török líráért 2019-ben 2020 elején 50 forintot kellett adni, most már csak 33 forint 60 fillért körülbelül. Pont én is most néztem, hogy előtte két évvel a bazárban még azt hiszem 90-en volt, amikor ott vásárolgattunk, úgyhogy nagyon durva, hogy a forint valamivel szemben a háromszorosára tudott erősödni pár év alatt, igen. Egyre olcsóbb lesz egy isztambuli hosszú hétvége, igen. Vagy adott esetben egy török igen, volt. Igen, igen, igen. Ne, én nem akarok az átsejet dolgozni. Ne ajánlgass neki programot, kérlek, főleg olyat, nem, amiben, ahova repülővel kell menni. Köszönöm. Na, jó, hát meglátjuk. Nem akartam beléd folytani a szót természetesen, azt nem szeretik a hallgatók, mégis megteszem néha, de lezárult akkor a török lírás gondolatmenet? Tulajdonképpen jó. A török líráról egyelőre sokkal többet nem lehet elmondani, nem túl rózsásak a kilátások, és ez a folyamat ez igazából régóta zajlik. Olykor-olykor felcsillan a remény, hogy mégiscsak egy olyan jegybankelnök kerül az élére, aki hiteles és független, de azt nagyon hamar leváltják általában, úgyhogy szerintem most is ebbe az irányba haradunk, úgyhogy hiába a magas carry, a török líra az egy nagyon kockázatos, és úgy tűnik, hogy nem egy jó befektetés jelenleg. Jó, legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönjük, megint egy brilliáns összefoglaló volt, és minden belefért, hála neked ezért. Köszönöm szépen. Jó hétvégét mindenkinek. Neked is. Szia-szia. Sági Pállal, az OTP Global Markets vezető üzletkötőjével beszélgettünk. A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A